Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Több száz gyerek vesz részt minden esztendőben a Vosinski-Mohr megyei múzeum pedagógiai óráin. A közgyűjtemény arra törekszik, hogy olyan tudást adjon a gyerekek kezébe, amely egy átlagos tantermi órán nem szerezhető meg. A legfontosabb az élmény, hiszen ezzel lehet látogatóvá nevelni a gyerekeket. Évente több száz diák ismerkedik a Szekszárdi Múzeum kiállításaival. Az állandó és időszaki tárlatok anyaga pedig nagy részben járulnak hozzá a történelem oktatás kiegészítéséhez. Mindezekről volt szó a múzeum pedagógiai évnyitón. A múzeum alapvetően nem közoktatási intézmény, köztes szerepet tölt be a tanulás és a szórakoztatás között. A múzeum látogatás szerepe és jellege megváltozott az elmúlt évtizedekben, a semmit a kéznek, mindent a szemnek elvét az évek alatt átvette az interaktivitás és az a módszer, hogy lehetőleg mindent megfoghassanak és tanulmányozhassanak a látogatók. A Vosinski-Mohr megyei múzeum most már több mint három évtizede foglalkozik múzeumpedagógiával. Hát ez a múzeológiának az egyik legfiatalabb ága, hogyha szabad ezt így mondani. A klasszikus múzeumi feladatok mellett valamikor a 70-es, 80-as évekbe került így előtérbe, hogy a gyerekekkel, óvodásokkal, iskolásokkal, középiskolásokkal egyre intenzívebben kell és szükséges foglalkozni, kiegészíteni az iskolai oktatást a múzeumnak az eszköztárán a segítségével, és hát speciális felkészülésű tanárokkal, akiket múzeumpedagógusoknak hívunk. Az ő munkájukkal tudunk egy más minőségű élmény nyújtani a gyerekeknek. A technika előre haladtával természetesen az eszköztár is egyre inkább bővült, és alapvetően a kiállításokban megtalálható különböző tárlatok képezik az alapját a múzeumpedagógiai programjainknak. És az időszaki kiállítások ugye a másik olyan alap, amire aztán attól függően, hogy mennyire tudományos igényű, vagy mennyire populáris, egyre inkább rá lehet fűzni múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Ez nem feltétlen könnyű, hiszen itt egy kettős igénynek kell megfelelni, nyilván részben, hogy különböző rendezvényeket tartsunk egy kiállításhoz kapcsolódóan, de maga a kiállításnak a minősége, illetve Tolna megyéhez való kötöttsége is egy olyan fontos szempont, hogy egy kiállítást meghívjunk, vagy mi magunk rendezzünk, és utána később ebből tudunk mindenféle egyéb programokat rendezni. A múzeum minden egységében dolgoznak múzeumpedagógusok, és van külön németül foglalkoztató szakember is. A múzeumban járást a gyerekek egy része kötelező rossznak tekinti, mindaddig, amíg az ott zajló tevékenység fel nem ébreszti benne a kutatási vágyat. Hatalmas verseny folyik ilyen szempontból, nem jó szó, de mégis talán ezt lehet mondani, részben a gyerekeknek a kétségtelen meglévő leterheltsége miatt, és a rendkívül sok inger, ami éri őket a mai 21. századi világban, hogy a múzeum tud-e olyan releváns élményeket adni, ami a gyerekek számára is élmény ténylegesen. Úgyhogy ez folytonos kihívást jelent. Nagyon jó munkatársaink vannak, múzeumpedagógusaink, akik értenek a gyerekek nyelvén, és igyekeznek megtalálni azokat a fogódzó pontokat, amelyeken keresztül újabb és újabb gyerekeket lehet megszólítani, és esetleg a gyerekeken keresztül akár a szülőket is, hogy igenis jó élménnyel távozzanak a múzeumból. Ezt többször is elmondtam már, mi a gyerekekre egyebek mellett úgy is tekintünk, mint a jövendő múzeumlátogató felnőtt közönségre. Tehát azt, hogy amit egy gyermek megtapasztal egy múzeumban, az a felnőtt életére is igenis hatással lesz. 20 éves jubileumát ünnepelte a Szekszárdi Gitár Kvartett. Az ünnepségnek a Német Színház adott otthont, akik ilyen programok befogadásával is a város felé nyitást demonstrálják. Ráadásul a teátrum igazgatója, Lócz Katalin, vendégfellépő a zenekarban.
Hát így kezdődött a történet. Csele Lajos és barátai trióban kezdtek muzsikálni. Aztán évek alatt kialakult az a formáció, ami a Szekszárdi Gitárkvartett nevet viseli, de csak névleg, mert ha mindenki a színpadon van, aki valamilyen módon kapcsolódik a zenekarhoz, 13-an is vannak. A tagcserék és a zenekari létszámbővítés a lehetőségek kiszélesedését is hozta. Ezzel együtt Csele Lajos számára egy dolog volt mindig is fontos, a magas minőségű zenei anyag színpadra állítása. A vezérfonal az talán az, hogy igényes és jó legyen. Tehát és megszólaljon gitáron. Ugye a gitárnak van egy bensőséges jó hangja, és ahhoz megdöbbentünk, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet kapcsolni. Gyakorlatilag minden korból, mindenfajta stílusból el kell találni, hogy mit és hogyan, de lehet kapcsolni. Az igényesség volt szerintem az a vezérfonal, ami átjött, meg amit mindig csináltunk, és szerintem azért tartunk még mindig 20 évesen is ott, hogy nagyon szívesen összejövünk, szívesen tanulunk új dolgokat, megyünk újabb és újabb kihívások, koncertek felé, mert ez megvan, és átmegy a közönséghez. Nem kell feltétlenül Whitefield-nek lennie, mindenfajta korosztályt, mindenfajta ízlésvilágot szívesen kipróbálunk, összeegyeztetünk a mi dolgainkkal, és úgy tűnik eddig, hogy átment. Zenetörténelembe is végigmentünk, tehát elkezdtük a középkori zenét, egyházi zenét, reneszánsz, barokk, stb. És mindenhol voltak olyan szerzemények, amiket kedveltünk, épp repertoáron volt. Most elmondhatom, hogy a 12. századtól a 21. századig már játszunk mindenféle stílusban dolgokat. A jubileumra a Szekszárdi Német Színházban került sor. Ennek oka kettős. Egyrészt Lockati igazgató eltökélt szándéka, hogy így módon is nyit a város felé, másrészt ő is érintett a Szekszárdi Gitárkvartett sikerének elérésében. Mi színházunk nem csak német színház, elsősorban az persze, de egy kulturális találkozópont is. És azért nagyon szívesen adunk rendezvényeknek teret itt. Azt gondolom, hogy ez a színház egy nagyon jó akusztikával rendelkező színház, egy kis ékszerdoboz, és miért ne tudja megmutatni ez a színpad a többi oldalát is, nem csak a színházi oldalát, hanem a zenei oldalát, vagy a felolvasóest oldalát, tehát amit még tud adni. Minden héten találkozunk, minden héten zenélünk együtt, örömzenélünk, beszélgetünk, borozgatunk is, és együtt utazunk, minden nyáron elutazunk valahova együtt, általában egy határon túli magyar lakta területre, és ott is koncerteket adunk, és együtt ismerkedünk azokkal a területekkel, azokkal az emberekkel, az ő mindennapjaikkal, és ez nagyon jó. Mindannyian ugye más területen dolgozunk, hozzuk a tapasztalatainkat, mindannyiunkat picit más dolgok érdekelnek, és ezt össze tudjuk adni. Tehát abban, hogy különbözőek vagyunk, mégis megtaláljuk azt az egy közöset, ami a miénk, és tudunk egy irányba menni. Lockati szerint az együttes egy kulturális szellemi műhely. Ő maga el nem évülő érdemeket szerzett a spanyol költő Federico García Lorca estjének kialakításában is. A zenekar nagy vállalkozása volt a Borok és Húrok rendezvény, mely évek óta meghatározó eseménye Szekszárd kulturális kínálatán. Azért csináltuk meg, hogy valami érdekes dolgot hozzunk létre, és kipróbáltuk, hogy működik-e vagy nem. Ugye egy szabadtére minden évben döntően világzenét, játszó együtteseket hívunk, és ez, hogy a szekszárdi palettán megállja a helyét, de úgy tűnik megállja 12 éve, most a 12. is nagyon nagy siker volt, és nagyon-nagyon jó volt.
A zenekar tagbővüléseinek köszönhetően vált alkalmas sokféle zenei ötlet megvalósítására. Itt van például Veszeli Ági, aki még majdnem gyerekként lett tagja a csapatnak. Komjáti Peti volt, aki 2008 őszén egyszer odajött hozzám, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem eljönni egy próbára a gitárkvartethez. És akkor mondtam, hogy hát de, miért ne, hogy dobolgassak, ilyesmi. És akkor elmentem, és hát ez lett belőle. Én mai napig is itt vagyok, és dobolok, gitározok, és énekelek, és jól érezzük magunkat együtt. Általában úgy vagyok mindig feltüntetve a programokon, hogy közreműködő vendégzenész, de valójában szerintem ez már közel sem vendégkeskedés, hanem én már ott lakom együtt velük. Most ugye egy baráti körről van szó, hogy a gitárkvártet nem gitárkvártet, hanem 6-an, 7-en, 8-an kapcsolódnak hozzá, akik rendszeresen jönnek velünk a koncerteinkre is, és hogy jó kedve, jó borakkal teljenek a próbák, és utána a koncertek meg azok olyan minőségűek legyenek, mint most. Megérkezett a forrás, a tervek elkészültek, és hamarosan az is kiderül, hogy melyik cég építheti fel a szekszárdi tudásközpontot. A 4,1 milliárd forintba kerülő, közel 6000 négyzetméteres épületbe költözik a Tolna megyei Ily és Gyula könyvtár és levéltár is, valamint több száz fős koncertek rendezésére is alkalmas terek kapnak majd benne helyet. Az épület terveit most egy kiállításon lehet megtekinteni Szekszárd belvárosában. Hatalmas táblák hirdetik, hogy a bolt laktanya helyén hamarosan tudásközpont épül Szekszárdon. A Modern Városok Program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épület együttesben kap majd helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és levéltár. Ezen kívül előadó, oktató, kiállító termeket is kialakítanak benne. Azt, hogy pontosan hogy fog majd kinézni a tudásközpont, hány szinten és hol foglal el majd helyet benne a könyvtár, mennyi parkolóhely lesz és hol lehet majd bemenni, mindez megtudható méghozzá egy kiállításnak köszönhetően, amit a szekszárdi Garai téren lehet megtekinteni. A könyvtár igazgatója azt mondja, az épületben helyet kapó világos nagy terek a könyvtári szolgáltatásoknak kedveznek majd. Ennek az épületnek vannak közös használatú terei, a levéltárral közösen használatú tereje, ebben van egy 200 fős nagy előadóterem, egy 50 fős multifunkcionális terem, két 10 fős oktatóterem, kávézó, büfé, egy könyvesbolt, tehát számos olyan dolog, amitől az egésznek lesz egy ilyen, hát hogy nem rossz ez a szó, hogy pláza hangulata, tehát hogy lehet benne jól érezni magát az embernek. Generációk nőttek úgy föl, hogy csak akkor láttak normálisan működő könyvtár épületet, hogyha elmentek Szekszárdról. Ez a könyvtár, amiben most működünk, 1960-ban került átadásra. Az 50-es évek kultúrpolitikájának a szelleme van az épület terveiben. Egy teljesen más felfogású épület, mint amit egyébként ma már a világ akar. Úgy szoktam mondani, hogy inkább egy raktár, mint egy közösségi tér. Közösségi terekre van szükség, olyan nyílt terekre, ahol sokféle szolgáltatással lehet működni. A könyvtáraknak a 21. században egyik legfontosabb feladata, hogy a könyves kultúra segítségével valóságos jó közösségeket tudjanak maguk körül teremteni. Ehhez kell egy jó épület. Megérkezett a forrás, a tervek elkészültek, és hamarosan a kivitelező is kiválasztásra kerül, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Az, hogy ilyen hosszú ideig tartott a tervezés, annak is megvan az oka, hiszen az építész alkotó műhely, amely egy szekszárdi tervező iroda egyébként, határidőre elkészítette tavaly nyáron a terveket, de azt kértem, hogy minden egyes szegmensében ellenőrizzük le, egyeztessük le ezeket a terveket, hiszen nem egy-két évre, hanem évtizedekre kell, hogy létrejön ez az épület, gondolni kell arra, hogy itt a levéltárnak van egy tárolási kötelezettsége hosszú évtizedekre előre,
a könyvtárnak is meg kell oldani tárolási kötelezettségeit, tehát mindent leegyeztetek. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú megoldás született, építészeti szempontból is egy központi hely lesz a városnak, és meghatározó épület lesz a városnak, már csak a tömegénél fogva is. Ez teljesen új funkciókat tesz lehetővé majd. 5700-6000 négyzetméteren épül meg az új épület, nagyobb része lesz a könyvtár, a kisebb a levétel, és ami legalább ennyire fontos, hogy egy új közösségi tér fog majd a kettő között kialakulni, ami alkalmas lesz közösségi programok, különböző filmvetítések, oktatások bonyolítására és befogadására, szervezésére. Azt tapasztaljuk itt Szekszárdon, hogy ezekre a közös programok, közösségi programokra megvan az igény. Ács Rezső szerint a megyeszékhely szerepét erősíti majd a tudásközpont, csak úgy, mint a többi modern városok program forrásaiból megvalósuló beruházás. Hosszú évtizedekre, akár egy évszázadra is visszatekint a pörbölyi szüreti fesztivál hagyománya. A település vezetői szerint évről évre egyre jobb hangulatban telnek ezek az események. Stábunk ott járt Pörbölyön, ahol lencse végre vettük a felvonulást és a testvér települések, valamint a pörbölyiek fellépését is. A kisebb települések életében fontos szerepe van a születi felvonulásoknak. A közösséget csak az ilyen események képesek megmozgatni és összekovácsolni. Pörbölyön hosszú idő óta úgy rendezik meg a születi mulatságot, hogy a testvértelepülések is tevékenyen részt vesznek a programban. Az idei mulatságra a horvátországi Újbeznán települése érkezett, és a magyarországi Sükköst küldött hagyományőrző delegációt. Sipos Zivics Tünde, az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület elnöke azt mondta, ugyan friss a kapcsolat a két település között, de ez nem jelenti azt, hogy nem tartalmas. Tavaly augusztusban írtuk alá a testvértelepülési egyezményt Újbezdán és Pörbölyk között. Azóta már több alkalom nyitódott arra, hogy a településeken működő helyi civil szervezetek, művelődési egyesületek is felvegyék egymással a kapcsolatot. Tavaly Luca napi vigadalom alkalmában a pörbölyiek vendég szerepeltek Újbezdánban, idén pedig az újbezdáni gyermeknéptánc együttes tagjai most már másodszor jutottak el Pörbölybe, tavasszal a gyereknapon vehettünk itt részt, most pedig örömmel jöttünk a szüreti mulatságra is. A mi csapatunk alig két éve állt össze, a alsó tagozatos óvodás korosztály teszi ki a táncsoport tagjait. Mi ma a moldvai táncokat fogunk bemutatni, és baranyai gyermektáncokkal lépünk föl. Az újbezdániaknak fontos a magyarságuk megőrzése. Sipos Zivics Tünde azt mondja, tesznek is azért, hogy a gyerekek a magyar nyelvet és a szokásokat megtanulják. Mi Újbezdánban arra tettük fel az Egyesületnek a hivatását, hogy a magyar kultúrát ápoljuk. Igyekszünk az utánunk jövő generációknak azt a magyar hagyományt átadni, amely hát az őseinktől örököltünk, és számunkra nagyon fontos ez a magyar identitás. És habár a gyerekek már egyre inkább vegyes házasságba születnek, és nem minden esetben beszélik a magyar nyelvet, mégis ez a közeg is. Legfőképpen az ilyen testvértelepülési találkozások, amikor eljuthatunk az anyaországba, mégis kinyitják számunkra azt a perspektívát, hogy a több nyelv az érték, és a magyar anyanyelv is fontos, hogy megőrizzük. A sükkösdiek már hosszú évek óta részt vesznek a pörbölyiek által szervezett születi mulatságon. A Lipityomtán csoport és a Pörbölyi Hagyományozó Egyesület között hosszú idő óta jó a kapcsolat. Ami azt is mutatja, hogy a két tánccsoport között szabadon mozognak a táncosok egy-egy fellépés alkalmával. A Sükösdi Lipityom Tánccsoport, most már több éve működünk, egy baráti társaság keresett meg minket, hogy vezessük őket, tanítsuk őket. Pörbölyekkel együtt dolgozunk most már negyedik vagy ötödik éve. Van egy közös táncosunk, és akkor innen jött az ismeretség, innen jött a barátság. Ma az ötödik alkalom, hogy itt vagyunk. Úgyhogy a Pörbölyön úgy szokott működni, hogy az egyik évben szüreti, a másik évben arató, és akkor igazából mind a kettőre, tehát folyamatos a meghívás, és így igyekszünk ezt a meghívást visszafelé is viszonozni, a Sükösdi falunapra hívjuk a pörbölyeket. A szüreti mulatságok idén is, mint minden évben, a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület szervezte. Az egyesület elnöke a település alpolgármestere Szalai Anikó, aki stábunknak azt mondta, nem könnyű kézben tartani egy ilyen rendezvény minden percét, de az emberek hálája minden fáradozást megér. A szüreti mulatságot teljesen a Hagyományőrző Egyesület szervezi. Nálunk ez hagyomány, két évente kerül megrendezésre. Ez nagy összefogás egy ilyen rendezvényt megszervezni. Igazából itt a táncosok, akik összefognak,
de most az idén a falunak egyik kis magja is összefogott, ahol fogunk táncolni is, ahova megyünk végül is. Ők készülnek egy kis megvendégeléssel. A negyedik hagyományozó csoport, aki részt vesz a pörtbölyi születi mulatságon, a helyi népdalkör. Ők vesznek részt legrégebb óta ezen a rendezvényen. Vezetőjük azt mondja, nem csak saját tájegységükről szeretnének népdalokat énekelni, az ország minden részéről van a repertoárjukban egy-egy népdal. A kezdetektől részt veszünk mi is a születi mulatságon, mindig részesei vagyunk, segítői vagyunk a rendezvénynek. Jó érzés, hogy azokat a dalokat, amiket mi gyermekkorunkban megtanultunk elődeinktől, tovább tudjuk örökíteni, tovább tudjuk adni a jövő nemzedékének, és bízunk benne, hogy lesz is egy olyan jövő nemzedék, aki tovább viszi ezeket a népdalkincseket. A születi felvonulások rendszeres eseménye, hogy egy pontján amellett elérkezik a bíróné házához, hogy a bírói pád vezetésével folytatódhasson a helyiek ünneplése. Pörbönyön sem maradt el ez a szokás. Jöttünk kent lányáért, bírónénak elvinnék, ha engedi. Engedjem? Jó lenne. A születi mulatsága a hagyományőrző egyesületek műsorával folytatódott. A pörtbölyi hagyományőrző egyesületben 40 éve táncol Kis József. A táncos szerint fontos, hogy már fiatalkorban elkezdje az ember megtanulni ezeket a lépéseket, ahogy ő is tette. Azt mondja, ugyan más hatására kezdett el táncolni, de sokat köszönhet a táncnak. Sok lehetőséget, és még sok ismerőst, sok helyen járunk, ilyenkor sok mindenkivel megismerkedünk, sok szóval nagyon sok minden. Ez rábeszéléses volt, 9 éves voltam ugye, amikor elkezdtem, és akkor a húgom már táncolt, és oda jöttek hozzám, hogy neked nem lenne kedved. Hát először szabadkoztam, hogy én nem, addig, csak beálltam, és azóta ott ragadtam. Kis József nagyon sok felé járt a néptáncnak köszönhetően. Addig szeretne táncolni, amíg bírja a lába. A pörtbölyiek táncának végén a település polgármestere díjjal jutalmazta a jubiláló néptáncost. Az országot bejártuk, a Eger, Kecskemét és Pécs háromszögbe, szinte mindenhol, meg Bakonyba, Pécsvárad, Harkány. Fú, nagyon rengeteg előtt, és kapásból fő is lehetne sorolni az összeset. A hagyományőrzés véget, az mindenképp. És ez többféle lehet, többször, tehát ezt lehet hasznosítani a táncokat máshol is. Akárhol, akár egy, most mondjam, hogy lakodalom vagy bár. Tehát észreveszik, hogy elmegyek egy lakodalom vagy bárba, és elkezdek táncolni, már többször megkérdezik, hogy mit táncos vagy? Mondom, igen, mert látszik, hogy egész másképp. Tehát ez... Nem is tudom, hát ez sokféleképpen lehet hasznosítani. A Sikasdi Ripityom tánccsoport is fellépett a születi felvonulást követő gálán. Egy mátyúsföldi táncot mutatott be az egyesület. Yeah.
A település polgármester szerint fontos, hogy megünnepeljék minden évben a szület végét, mert az ilyen ünnepek nagyon komoly közönség fenntartó ereje van. A születi napok már egy 25-30 éves hagyománya van neki, mint szokás, tehát megkezdődtek a születek befejeződnek, vége vannak az őszi munkáknak, a születi munkáknak, és akkor összegyűl a falu apraja nagyja, és felvonulnak, megmutatják a szép lovaikat, hintajaikat, ami már ma már ez sajnos így nem igaz, mert egyre kevesebb fogad van a településeken, és felvonulunk, eszünk, iszunk egy jót, és úgymond elbúcsúztatjuk az éves munkájainkat. Minden ilyen rendezvénynek az a jelentőség, egy összefogó szerepe van neki, a lakosságot összetartják ezek az ünnepélyek, felvonulnak a szomszédos települések, meghívott települések, táncsoportjai, énekkarai, asszonykórusai, itt bemutatják, hogy egy év alatt mit fejlődtek, milyen új nótákat, énekeket tanultak, és itt is egy kulturális szerepe van az egésznek. A születi mulatság utolsó fellépője az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület volt. A gyerekek magyar mondókákkal és néptáncokkal készültek az érdeklődőknek. Pörbői születi napon közel 100-an vettek részt a meghívott vendégekkel együtt. A település vezetői szerint ez is azt bizonyítja, hogy a kisebb falvak, közösségek életében mekkora szerepet játszanak az ilyen ünnepek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!